Egyre valószínűbb, hogy a következő ülésén lépni fog az Európai Központi Bank, és annak is egyre nagyobb az esélye, hogy a Magyar Jegybank tovább vágja a kamatot. Köszöntöm Önöket, a Privát Bankár híradóját látják. Május 20-a van, 10 óra. Én Füstös Móni vagyok, és már is mondom a részleteket. A negatív áprilisi inflációs adat jelentősen növelte annak az esélyét, hogy a Magyar Nemzeti Bank a korábbi várakozásokkal ellentétben folytatja monetáris enyhítési ciklusát, ezt jósolják londoni pénzügyi elemzők. A legtöbb elemzőház további kamatvágásra számít, van amelyik nem is kevésre. A Barclays például eddig 2,3%-os alapkamaton várta a jegybank enyhítési ciklusának végét, de most már 2%-on valószínűsíti a kamat mélypontot. Jövő hét kedden tart legközelebb kamat meghatározó ülést a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. És nem csak a magyar, hanem az Európai Központi Bank is léphet a következő ülésén az alacsony inflációra való tekintettel, még a deflációs jelek hiányában is jelentősen megnőtt a monetáris beavatkozás valószínűsége, közölte az EKB igazgatósági tagja Yves Mersch. Az EKB legutóbbi kamatdöntő ülésén Mário Draghi elnök úgy fogalmazott, hogy a bank kormányzó tanácsa kész cselekedni a következő június 5-i ülésen, de ehhez előbb meg kell ismerni a bank szakembereinek legfrissebb gazdasági előrejelzéseit. A Richter megállapodást írt alá arról, hogy megvásárolja a Mediplus nevű kuraszói cég 51%-os többségi tulajdonrészét. A megállapodás értelmében a Richter 3 éven belül kivásárolja a fennmaradó 49%-os tulajdonrészt is. A Richter tájékoztatása szerint a 2013 végén bejelentett brazíliai és mexikói vállalat felvásárlások után ez a megállapodás újabb stratégiai lépésnek tekinthető a cég latin-amerikai terjeszkedése során. A részvénypiac szempontjából viszonylag hírszegény napnak nézünk elébe, de a Richter bejelentése alapvetően pozitív katalizátora lehet a gyógyszeripari részvény árfolyamának, és összességében is emelkedésre számítanak a budapesti értéktőzsdén ma a piaci szakértők. A nemzetközi hangulat és a Richter bejelentése miatt akár 1%-os plusz is lehet. Jelenleg 0,3%-os pluszban áll a BUX. A legnagyobb pluszt a Richter érte el a várakozások szerint, majdnem 1%-ot mutat jelenleg. 0,5%-os pluszban van a MOL, kisebb pluszban az OTP, és 0,5%-os mínuszban van ebben a pillanatban a Magyar Telekom. A forint szűk sávban mozog, jelenleg a bankközi deviza piacon 304 forint 90 fillért kérnek 1 euróért, és 249 forint 20 fillért 1 svájci frankért. Kötelező kamarai tagságot vezetne be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, írta a Népszabadság keddi számában. A LAB birtokába került kamarai előterjesztés szerint 2016. januárjától minden cég számára kötelező lenne a tagság. A mostani évi 5000 forintos hozzájárulásnál magasabb terhet jelentene a vállalkozóknak, a jelenlegi tagoknak viszont alacsonyabb díjat. A kamara mindezzel párhuzamosan némileg eltérne a korábban hirdetett egy tag, egy szavazat elvtől. A gazdasági erő szerint is súlyozná a cégeket. A Népszabadság információi szerint az előterjesztést a kamara következő közgyűlésén már tárgyalnák is. Várhatóan 25-30%-kal kisebb lehet az átlagosnál az idén az akácméz mennyisége, mivel az elmúlt hetek hűvös esős időjárása nem kedvezett a méhek tevékenységének, mondta a Napi Gazdaságnak Mészáros József, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ügyvezetője. A felvásárlás és fogyasztói árak alakulása szintén az előállított mennyiségtől függ majd, egyelőre azonban még képlékeny a piac, előfordulhat, hogy kilogramonként 2000 forintig felmennek az árak. És végül ne felejtjék, ma éjfélkor lejár a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje. A kitöltött és aláírt bevallást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain, a postán és az ügyfélkapun keresztül is el lehet juttatni az adóhatósághoz. Egy órakor lesz legközelebb híradó itt a Privát Bankáron. Én most köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról?
Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.